Mikor kezdtél festeni? Óvodáskoromban. De tulajdonképpen 20 évet kihagytam. És nem az óvodáskor után. Az óvodáskor után? Igen, az kiesett Ozinak, mint 10 év. valójában 15-ben kezdtem el újra. 15-ben kezdtem el újra festeni. Gyerekkoromban már látták rajtam a tehetséget, de ugye pártunk és kormányunk elnöke, stb., ami akkor volt, akkori rendszer, nem igen díjazta, hogy egy egyszerű emberből valami legyen azon kívül, hogyha nincs mögötte valaki és valami. Jelen pillanatban mondjuk ugyanez van. Szóval 15-ben kezdtem újra festeni. Annak a hatására, hogy valaki azt mondta, hogy hát ezeket a szavakat nem mondom el, nem tudok festeni tulajdonképpen, csak így ráncélozta a dolgokat, és just Mariska csak azért is. Elkezdtem festeni, festés ment, rajzolni, fejlesztettem magamat, nekiálltam kutatni, és az agyam teljesen ráállt erre a dologra. Jelen pillanatban szerintem azért festek, mert marára jól esik. Szeretek festeni. Mit jelent neked a festészet? Hát igazából megnyugvást, kikapcsolást, egy relax. Kiemel a mindennapokból, teljesen. Időben is. Minek tekinted magad ebben a világban? Egyszerű halandó lénynek. Tulajdonképpen tudok festeni, ez egy dolog, velem született dolog, ami nekem természetes. Kiskoromban azt hittem, mindenki tud. Rájöttem, hogy nem, csak sokan azt hiszik, igen. Hogy én tudok, az egy megint egy másfajta szemszög, mert igazából szerintem a tehetséget nem úgy mérik, hogy tud-e valaki festeni, vagy nem. De ez nem is baj. Szerinted mi a fontosabb, a beleszületett tehetség, vagy hogy kitartóan gyakorolj és beletegyél mindent, vagy ennek kettőnek egy ördöge? Legutolsó. Tehát, hogyha van tehetséged, akkor én szerintem mindent meg kell tenned annak érdekében, hogy továbbfejlesz magadban ezt a tehetséget. Illetve szerintem mindenkinek van valamilyen tehetsége, beállítottsága, azt meg kell találnia. Ha ebbe tudja kifejezni magát, illetve megélni magát, akkor már megérte. Nem muszáj ebből élnie, de hogyha ebbe a világban jól érzi magát, akkor szerintem minden rendben van. Hát igen, mert ugye nagyon sok ember megkapja a tehetséget, de szóval, hogyha a szorgalommal nem párosul, akkor az egyik legeltékozoltabb dolog, ami lehetséges szerintem. Ez így van. Jó, és milyen stílusban festesz? Hát stílus, na most elméletileg engem bekategorizáltak kortárs művésznek. Na most a kortárs nagyon sok mindent jelent, valójában szerintem nem azt, ami betartoznak a jelen pillanatban a festők, mert mindenki más stílusban fest. Én realisztikust mondanám valójában. Nem a konkrét művészeti értelemben, hanem maga a szó jelentésében. Nem próbálok semmilyen izmus felé haladni, saját magamat adom. Azt tudni kell, hogy az iskoláim azok alapiskolák, tehát ezen a téren, a festészet terén. Én autodidakta módon tanultam. Autodidakta módon próbáltam magamat fejleszteni. Volt mentorom is, de úgy láttam jónak, hogy saját magam, saját útját folytatom. Nem erőszakkal, nem törtető módon, mivel nem ez a megélhetésem. Viszont szerintem, hogyha ezt megélhetés szinten szeretném művelni, akkor lehet, hogy nem festenék. Vagy nem ilyen szenvedélyen festenék.
És befogadásra se képesek szerintem még az emberek. A kultúra nem fejlődött, illetve már azt mondom, hogy az általános iskolában már nincsenek meg az alapok ahhoz, hogy az igény meglegyen az igényre, hogy az emberek egy kicsit a kultúrát úgy is tudják tekinteni szélesebb távon, hogy a szépet tudják értékelni. Azért is van, hogy ki a híres ember, akire a figyelem összpontosul. Nem az a híres ember, illetve tehetséges ember a mai világban, aki tényleg nagy műveket alkot. Hogyha nem látja senki, de viszont hogyha ráfigyel a világ, illetve tesz valamit, hogy ráfigyeljen a világ, akkor valaki válik belőle. Ezt el lehet érni bármilyen módon. Tehát lehet eléggé brutál módon is elérni. Szélsőségesen. Szerintem mindenki tudja, miről van szó. Szélsőséges módon is lehet. Lehet úgy is, mint ha felhívod magadra a figyelmet. Még lehet, hogy a szakter Jutka fogná magát, belenne Zalaegerszeg fő utcájára és végigfirkálná. Rendőrség, stb. Mit tudom én, lenne egy-két botrányom, mindenről írnának, egyre többet írnának, mindjárt lenne 3-4 kiállításom olyan helyen, ahol kicsit jobban alám karolnának, de nem tudom, hogy ez kell-e nekem. Tehát mindennek van ára. Mindennek van ára. Tehetségnek is van ára. Mit áldozol fel? És melyik a témáid? Hú, én nagyon szeretem a sötét témákat. Imádom a sötét témákat, csak ez nem vevők az emberek. Imádom egy kicsit, hogyha belevisszük a szexust. Szeretem, hogyha az arcoknak az érzelmei megjelennek. Portréfestőnek tartom magamat, de csenéreteket is festek. Szeretem a nyugodt, elmerengő képeket is, de mondom azért a brutál képeket jobban. Csak arra a jelen pillanatban, illetve, hogy idő hiányában az ember mindent nem tud megcsinálni, de az érzelmi ráhatása az nagyon fontos. Én úgy jöttem észre, hogyha kíváncsi is voltam, festettem is olyan képeket, hogy visszajelzés milyen. Ugye a mai világban internetre felrak valamit az ember, utána visszajelzések csomószám jönnek, főleg, hogyha külföldi oldalak, stb. Ha az érzelmekre hatsz, kicsi gyerek, kis göndörke, kis aranyos, kis bájos, kis... akkor megragadják az embereket. Nem akarják a rondát látni, nem akarják látni azt, hogy kicsit vadabb egy kép. Van az a közeg, persze, természetesen. Igen, csak ugye ez igen réteg. Így van, de mikor már eljutsz egy odáig, hogy már köztudatban van, akkor bármit csinálhatsz. Mondjuk igen. Én meg azért csinálom, mert szeretem. Hát, mennyiben ez a lényeg. Így van. És milyen anyagokat és színeket használsz? Kedvenc színem a fehér, a fekete. Az alapszínek. De imádom a vöröset. Nagyon szeretem a vöröset. Festettem is pár pipacsos táját, ugye benne vörös, naplementes, stb. De igazából színekben most már egyre inkább törekszem a színes dolgokra. Szeretem a természetet. Alapvető dolog természet nálam, mert az egyik alap, egyik szakmám a kertész, és igazából mindig is imádtam a kertészkedést, és a maga a természet megjelenítés, ez nekem nagyon fontos. De én egy kis életet is viszek beléjük, illetve megszemélyesítem őket, hogyha lehet. Anyagokban akrilt és lakot szeretek használni. Tulajdonképpen mai világban olyan akrilok vannak, hogy eszméletlen tulajdonsággal bírnak. Tehát a technika itt is nagyon sok rétű, folyamatosan jelennek meg az újabb és újabb anyagok. Nekem van egy bevált márkám, amit használok, azzal festek tulajdonképpen. De nem csak festek, rajzolok is. Nagyon sok rajzot készítettem
pasztellal, akvarell ceruzával, de polikrómos ceruzáktól elkezdve egy csomó mindent használok, úgyhogy ami szükséges tulajdonképpen egy kép elkészültéhez. Mondtad, hogy ez nem ez a főállásod. Így van. Akkor mikor van időt festeni? Nyilván minden szabadidőt ezzel töltöd, vagy? Vagy csak ritkábban jut rá lehetőséged? Ez drasztikusan változik. Ha ugye szolgálatunk az olyan, hogy a munkánkban, hogy... A vasúton dolgozik. Igen. Tehát a vasúton az a helyzet, hogy rengeteg forda van, és ezek között a pihenő időket, hogyha lehet, akkor hasznosan töltöm. Természetesen mind anya, illetve a nő a háztartásban folyamatosan tevékenykedem, de ha egy kis időm marad, akkor szeretek festeni. Ha pihent vagyok, ha nem vagyok kipihent, akkor nem tudok. Akkor csak teszek-veszek, motyogatok, mert nincs értelme akkor festeni. Változtál-e a kezdetektől? Művészetileg? Művészetileg. Művészetileg? Hogyne? Sokkal finomabban dolgozom, tehát finomabbak a kézmozdulataim, aprólékosabban dolgozom. Kaptam egy nagyon jó barátomtól egy nagyon jó mondatot, ami így elindított a türelem felé, mert türelem kell hozzá, hogy te bármit meg tudsz festeni, azt mondta a barátom. De bármit meg tudsz festeni most már. De legyél türelmes. Az, hogy ki hogyan fest, hogy mennyire aprólékosan fest, semmi más, hogyha van hozzá motiváció, van hozzá tehetség, van hozzá akarat, gyakorlat, akkor, hogyha belefekteti a türelmet, akkor bármit képes megfesteni. És tulajdonképpen ezt nap mint nap használom, mert van úgy, hogy a képnél, ja, már csak ennyi van hátra, és akkor nem, nyugi, lerakjuk, pihenünk, és akkor majd mondjuk pihent fejjel ránézünk, lehet, hogy nem is úgy látjuk majd akkor a dolgokat, és akkor javítunk rajta, stb. Tehát igazából türelem kell hozzá, idő kell hozzá. Na most egy kép elkészítéséhez, egy portré elkészítéséhez, mondjuk egy hasonló, mint ugye, ami rólam, mint itt valóban mellettem, egy ilyen kép, olyan 25-35 órás munka számomra. Tehát ez beleért, ez konkrét munkának mond, tehát beleértve az, hogy átgondolom, beleértve az, hogy levázolom, beleértve az, hogy nekiállok alapozni, tehát minden munka folyamatot beleértve, ennyi időbe telik. Ott ez lett volna a következő kérdésem, de akkor... Kilőttem. Hát 25-30 munka, az nem semmi. Nem. És régebben kevesebb idő volt, vagy most így a türelemmel együtt lett ennyi, vagy mivel ügyesebb vagy, több dolgot tudsz megcsinálni ennyi idő. Szerintem durvább képeket csináltam, de annak is megvan a maga bája, mert szeretem azt a stílust is, de viszont most egy kicsit ugye átértem az aprólékosságra, jobban kivehetőek a részletek, a mimikák, az érzelmek, a szemnek a tükröződése, az nagyon fontos, szempilláktól elkezdve bármit, tehát kidolgoz az ember folyamatában, akkor kicsit, hogyha had magának egy időt, egy rálátási időt, akkor lehet, hogy más hova viszi azt a hangsúlyt, az árnyakat, azokat is be kell lőni. Tehát ez nem egy egyszerű folyamat. Na most, hogyha valakit festek, akkor ha lehetőség szerint én készítek róla fotókat, rengeteg fotót, és úgy festem meg. Nem ültetem oda, hogy na, te ülj itt, aztán akkor majd te 30 órán keresztül értem szobjan, aztán akkor közben én nem meg dolgozni, aztán üljél csak itt nyugodtan tovább, de nem baj, képeket készítek rengeteget. Eleve, hogy én látom, hogy miből tudok alkotni, és akkor ez alapján készítem el a képeket, és akkor van úgy, hogy egy portrét 15-20 képből készítek el.
Tehát nem mindegy a kézmozdulat, nem mindegy, de folyamatosan instrukciókat adom. Kisgyereknél már nehezebb, mert ugye a kisgyerek, főleg, hogyha a kutyám is elveszi a figyelmét, akkor eleve, hogy mindent csinál, de megoldjuk, megoldjuk, megoldjuk. És melyik munkádra vagy a legbüszkébb? Igazából minden büszke. Nem vagyok büszke. Nem vagyok a munkámra büszke. Melyik a kedvenc képed saját magadtól? Melyik a kedvenc képem saját magamtól? Fú, jó kérdés. Lehet, hogy a csendéletek közül tudnám mondani. Imádom az almát belevinni a csendéletekbe. Narancsot, rohadt narancsot. Tehát belevinni olyan dolgokat, ami visszaad valamit. Ezeket is én fényképezem, különben a csendéletet elkészítem, tehát a tárgyakat hozzá lefényképezem, és akkor egy hátteret biztosítok neki, és akkor a szerint festem meg. Néha beszólnak különféle csoportokból, hogy jaj, ez olyan, nekem ez nem tetszik, meg miért ilyen kancsot raktál hozzá, meg miért ne? Ez én vagyok, mindenki más, egy sima polgári ember, hogyha kávét iszik mondjuk a kávésbögre, az tök jó, úgy, ahogy van, csak kávé legyen benne. Tehát igazából megpróbálom a napi dolgokat megragadni. Nem akarom azt, hogy a... Na, én megmutatom, hogy most ilyenből iszok. Most megmutatom azt, hogy én hogy élek. Megmutatom, hogy én hogy eszek, mit eszek, lefényképezem. Tehát ugyanez a kategória tulajdonképpen ez is. Szerintem ez senkit se érdekel. Senkit se érdekel. És ezek a 3D-s kép... Igen. Ötletek ezek érdekelt, vagy csak úgy kipattant a fejedből? Amikor a térhatások egymással harcolnak, azt nagyon szeretem. Szeretem az, hogy a vízszintesen rajt van a függőlegesen a derekszögű, mit tudom én. Tehát a három dimenziót azt keverni, azt imádom. Azt imádom. Tehát az egy jó játék. Az egy jó játék. És ez meg is lepő. Amit éppen nézel, az a tábla. Itt tulajdonképpen az utolsó kiállításon, ami még a Covid időszak előtt volt tavaly januárban, tehát 2020 januárjában, akkor azt hitték, hogy rendes, sima parafa táblára festettem rá, és akkor mondtam, nem, de ott a szél, de nem, az nem, az ráfön, az fest, az egész vászon, tulajdonképpen az egész, de ott a kulcs, meg a, és akkor nyugodtan hozzá lehet nyúlni, és akkor, hé, hát de most ezt én nem értem, de hát ez van. Nagyobb kihívás, vagy csak más? Érdekes. Érdekes. Meg kell csinálnod. Tehát meg akarom csinálni. Tehát ez olyan, mint ott az a sört, de másikat is meg akarom kóstolni, mert az tök jó. Az tök finom. Akkor vegyünk azt is. És ki a te célközönséged? Vagy van-e egyáltalán? Szerintem magamnak festek. Magamnak festek. Imádok festeni. Hát eleve, hogy a családomról készült portrékat, azokat a maga családnak. Rólam van egy pár, igen. A legjobb alanyém vagyok, mert azt csinálom, amit akarok, tulajdonképpen. De kimondott célközönségem szerintem nincs. Szerintem jelen időszakban nagyon kevés embernek. Meg akarnak élni az emberek, tulajdonképpen célközönségük nincsen. Az egyszerű embereket elkapni nagyon nehéz. Tehát, jaj, de szép, tetszik, oké, rendben van, hálás is vagyok értük. Tényleg olyan kis rajongóim vannak, hogy le a kalappal. Nagyon cukik, figyelnek rám, jó szavakkal árasztanak el. De az egyszerű ember az a szépséget keresi. Megfizetni nem fizeti meg,
Tehát igazából azért is nem megélhetésszerűen, mert ha megélhetésszerűen, akkor napi szinten állnom, folyamatosan nyomnom kellene. A mai technikával annyira nem hajlanak az emberek a festészet felé ilyen szemszögből. Tehát érdekes dolog, furcsa, főleg itt a környezetemben, hogy jaj, fest, de jó, tehát igazából ennyi. De a tágabb értelembe, tehát a műkedvelők, stb., odáig nem jutottam fel. Jó, vannak próbálkozásaim, illetve igaz, hogy van Spanyolországba képem, kikerült Angliába képem. Írtak rólam például Brazíliába cikket, írtak rólam Mexikóba is cikket, online megkerestek, és ez alapján ugye volt egyeztetés, stb. Is írtak rólam. Írtak rólam már tanulmányt is, művészeti tanulmányt is. De hát igazából ez egy jó hobbi, egy jó szórakozás, valaki hímezni szeret, valaki füvet nyírni szeret, nagyon szépen tud füvet nyírni, jöhet hozzám is. Tehát festészet igazából, mondom, ez csak azt a körzetet meríti ki, ami itt van. Tehát itt, ebben a kis műteremben, itt magamnak festek. Annál, akinek tetszik, annak örülök. Van olyan, akire felnézel? Hogyne. Hát szerintem a legnagyobb mágus, akit... aki number van. Egy ilyen Sándorfi, vagy István Sándorfi, vagy Sándorfi István magyarul. Ő már nincs közöttünk, de olyan remek művei vannak, hogy eszméletlen. Tehát ő neki a művészete az nagyon megragadó, ő neki az ábrázolás módja, a technikája az valami fantasztikus. Tehát ott géniusz veszett el, de nagyon sok jó magyar festő van. Jelen pillanatban is. Rengeteg képet látok, ami azt mondom, hogy igen, ez egy párizsi kiállítást simán vinne. Nem egyet, többet is. Csak nincs, aki alájuk arolna. Na, mondjuk nincs is benne pénz. Ha magyar foci lenne, lehet, hogy valami lenne belőle. De különben külföldön is rengeteg van. Nagyon szeretem Muszaceli képeit. Nagyon szeretem Kacev képeit Oroszországból. De hát a régiek is mind. Hát a flamand művészet már mondta, az valami eszméletlen, amit tudott. Van Dijk, az valami eszméletlen. Szerintem abból táplálkoznak a maiak is. És van-e olyan kép, ami bárhol a Földön megtalálható, és nem számít, hogy a Louvre-ban van, vagy bárhol, hogy elfogadnád a házban, valahova a faladra, de csak egyet választhatnál, az melyik lenne? Hú, a szenvedés lenne, hogyha csak egyet választhatnék ebben az esetben. Csak egyet? Hú, most megfogtál! Most megfogtál, mert most... Azt tudni kell, hogy az én agyam ilyen képmemóriás, és akkor így most megy a lapozgatok a könyvbe, és folyamatosan mennek a könyvek. Hát nem tudom. Szóval te jutkától ez a nagy kép? Hát az már megvan. Nem tudom. Tehát igazából ilyen monalizák meg ilyenek nem érdekelnek, meg hasonló egyéb. Habár abban is van, mert csak az igazság, hogy abban se azt látják meg, ami a lényeg. De van. Nem tudok választani. Őszintén megmondom, nem tudok választani. De hogyha valaki azt mondja, hogy ez a tiéd, oké. Okay. Jó, hát láttam a közösségi médiában, hogy mostában elég sok díjról posztolsz, amit kapsz, ilyen különböző külföldi dolgokról. Erről mesélj egy kicsit. Ugye mióta ez a Covid bejött, lehetőség nincsen kiállítást rendezni, illetve messze távol menőkbe, nagy egyeztetések, stb. És megkerestek, hogy a franciaországi művészeti közösségbe, hogy bejegyeznének.
mint festő. Az tudni kell, hogy magyarországi festőknek a névjegyzékében vagyok évek óta. Most bekerültem a franciaországiba, de úgyhogy megkerestek. És ennek az esetnek kapcsán bekerültem a nemzetközibe is, mivel összeköttetésben van a francia és a nemzetközi. Igazából ez számomra jó, köszönöm szépen, örülök neki, de ezzel ugyanúgy a vasúton fogok kotyogni tovább, de nem baj az, nem baj az. Tulajdonképpen mi a hozománya az egésznek? Az a hozománya az egésznek, hogy tulajdonképpen most átgyalogoltam a profik közé. Tehát nem tartozom most már az amatőr világba, átgyalogoltam a profik közé. Rengeteg meghívást kapok csoportokban. Na most a lényeg ez, mondjuk, hogy Covidot ugye elkezdtem, hogy a Covid miatt a kiállítások vagy elmaradtak, vagy eltolódtak, vagy lehetőség nincs rá, és online módon nagyon sok kiállítást rendeznek most, és elméletileg Párizsban volt nekem kiállításom, mivel Covid miatt most online is meg lehet ezt rendezni. Ugye a médiában ezt közé is tettem, hogy köszönöm szépen. Hogyha így van, akkor a Covid miatt nem is olyan rossz, hogy én nekem Párizsban van kiállításom, közben vasúton dolgozom. De szerintem azért azt nem jelenti azt teljes mértékben, mint amikor eredetiben az emberek látják a képeket. Tehát amikor oda megy hozzá és megnézi, hogy igen, közelről is tényleg úgy néz ki. Kép azért nem teljesen adja ki a valóságot, azért jó élőben megnézni őket. Persze vannak azok a jó minőségű képek, amivel eleve, hogy meg lehet őket, vagy le lehet, hogy őket fényképezni, hogy tökéletesen visszaadja az eredetit, de én szerintem azért igazából. Ez olyan, mint amikor egy jó könyvet elolvas valaki, akkor előtte jó beleszagol abba a könyvbe, hogy milyen az élete. Szerintem legalábbis. És most ez a nemzetközi dolog, ez olyan, hogy most például bekerült kanadai csoportba, izraeli csoportba, és a képeim egy-egy képet felkapkodnak most, és főleg az utóbbi időszakban. Izraelbe is kaptam egy elismerő oklevelet. Külön ugye itt vannak bírók is, akik a képeket átnézik. Rengeteg kép érkezik be. Na most, amikor benn van, nem azt jelenti, hogy most első lettem, az a lényeg. Az a lényeg, hogy köztudatban vagyok. Rengeteg kép érkezik be egy-egy ilyen zsűriztetésre, és amikor 500-600 kép közül mondjuk én ott vagyok az 50-be, vagy a 70-be, az nagyon jó, az nagyon jó, az nagyon jó. De amúgy is egyre többen úgy veszem észre, hogy érdeklődnek visszajelzések alapján. De most főleg nemzetközi szintéren, Az nem azt jelenti, hogy most én fogom magamat, aztán nemzetközi szintéren fogok most aradgatni folyamatosan is Magyarországot. Nem, nem. Én magam, továbbra is magamnak festek. És hogy bírod a hozzá nem értők negatív kritikáit? Nézd, mindenki magából indul ki. Volt egy-kettő érdekes jelzés, kiderült, hogy ki írta, és ki csatolódik mellé. Nagyon, nagyon jó. Na, van egy sztorim, egy kiállítása kapcsolatban, ez nagyon érdekes volt. Pár év ezelőtt, nem mondok helyzet, nem lényeg. A lényeg az, hogy bementem kávézni, és tehát egy kávézóban volt igazából ez a kiállításom, és megjelent egy csapat. Közben képeim kint voltak a kávézóban. És lehetett látni, hogy az egyik egy nagyon műértő emberke, mögötte tanoncok, és itták a szavait a műértő emberkének, és elemeztek képeket. Ó, mondom, erre kíváncsi vagyok, hogy az én képeimet hogyan. És akkor elkezdi. Hát ugye persze abban voltak a
egy kicsit szürreál be volt vive, az expresszív vonások bele voltak vive azokban a képekben, hát teljesen jó képek, mai napig is imádom őket. És az úriember mondja, hogy a művésznő ezeket a képeket depressziós állapotban festette. Mondom, ez jó, ez érdekel. Folytassuk tovább. És akkor a művésznő öngyilkosság határán állt, mikor ezt a képet festette. Fú, tényleg. Mert majdnem el is hittem, amiket mondott. Mert kezdtem egészen depressziós lenni. És akkor ott nyomta a sódát, itták a szavait, és akkor mondta a műelemzés, stb. Mit tudom én. És valami kevés beleszólásom nem volt az egészbe, nem is akartam beleszólni, de szerintem az arcomon lehetett látni a kikívánkozó mondatokat, és rám nézett az úriember, és mondta, hogy magának más a véleménye? Mondtam, igen. És pedig mi? Hát mondom, szerintem a művésznő ez teljesen jó, érezte, amit festenie kell, jól érezte magát festés közben. Hogy mer ön az én szavaim ellen szólni? Mondom, nézzen csak ott most a kis képet, nézzen rá a képre, ki van rajta? És az illető bevörösödött arccal, lehajtott fejjel, de pökhendien továbbált az embereivel együtt. Ez nagyon jó volt, olyan jól esett. Innentől fogva megmondtam, hogy oké, hát műértő, szakember, stb. Jó, rendben van. Én szerintem, akinek tetszik a kép, annak tetszik, mert mindenki magából indul ki. Hogyha nekem a lelkem olyan, hogy rebdesek virágmezőkön érzek, akkor a virágmezős képeket fogom preferálni. Eleve, hogyha én egy kicsit depressziós típusú vagyok, illetve szeretem azokat a képi megjelenéseket, miért ne? Attól még nem vagyunk rossz emberek, akkor lehet, hogy a sötétebb stílusú képeket szeretik. De ebben nincs semmi baj, nem vagyunk egyformán. És mi a véleményed a graffitikről, valamint a tetováló művészetről? Imádom. Ha jó. Tagdelés az hülyeségnek tartom, de a graffiti az szerintem eszméletlen jók vannak. Úgyhogy miért? Hát most a tagdelése igazából az, hogy csak fölírja a nevét, azzal nem ment semmire, hiába cifrázza meg. Az működik itt a művészvilágban is, mert vannak olyan képek, ahol azt mondom, hogy úristen, 3 éves gyerek az óvodába különgyöbbeket fest, de oda a nevét, gyönyörű keret, azért a legtöbbet, semmi több, de igazából ez működik az utcán is. Hát kegyetlen jó művészek vannak az utcán is. Nagyon szép graffitik vannak, ha vannak. Csak az igazság, hogy ott is szerintem meg van sokasodva a tömeg, ugyanúgy mi a festészetben is, rengetegen vagyunk. Valaki úgy érzi, hogy tud festeni, én tudok. De ez természetes, mindenki azt mondja. Valaki csak hiszi, hogy tud. De igazából mögötte nincs tartalom. De nagyon szép tetoválásokat láttam. Tényleg ismerek egy-két művészt is, aki nagyon jó tetováló művész, és tényleg le a kalapa, amiket művelnek. De ezeknek a többsége általában tényleg művész ember. Viszont az, hogy mindenki álljon neki, azt hülyeségnek tartom. Ezt ugyanúgy vallom a festészetről is. Például van a jobb agyféltek, és mindenki azt kérdezi, hogy ott végez. Nem, ez bennem volt, nem, meg kell magyaráznom, hogy nem, én nem jobb agyféltek, és jobbal mindegy, én festek. A jobb agyfélteke is kihozza azokat a tehetségeket, illetve ad önbizalmat. Egy-egy tanfolyam kihozza valakiből a tehetséget. De amikor már nincsen tehetség, csak erőltetjük, akkor ott már baj van. De szerintem ez minden téren így működik. Habár a mai világban szerintem nem mindig az a nyerő, hogy valaki tudjon festeni, hanem legyen meg az iskolája, lehet, hogy apuci anyuci bedobta abba az iskolába,
hogy valami gyereknek legyen valami képesítése, milyen háttere van, és szerintem az sokkal nagyobb befolyásolása van a művészvilágra, mint az, hogy ki mennyire tehetséges. Meg a téma. A téma. Tehát, hogy valaki találja meg a témát. Nagyon sok festő ott van tehetségesen, és nincs téma. Tehát nem tudja magát kifejezni, nem tud festeni, nem tudja, mit fessen. Én nekem ez a bajom, hogy rengeteg van az agyamba. Tehát 20 000 kép benne az agyamba. Tehát ha egy évre visszamenőleg nem tudom, hogyan működik az agyam, a forgalmi ismeretek ennyire nem ragad meg bennem, se a kereskedelmi ismeretek, de viszont egy év ezelőtt valami képet kitaláltam, az benn van az agyamba. Nem szoktam vázlatolni. Na ez egy érdekes dolog, nincs vázlat. Mondjuk a mai technikával annyira nem is kell. Általában megszületik egy kép az agyamba, és akkor meg akarom festeni, akkor nekiesek, és megfestem. Nagyon vázlatolni nem szoktam. Nagyon ritka az, hogy mit tudom, beugrik valami, és akkor vázlatolok. Annak oka van. Annak oka van, de annyira nem szoktam vázlatolni. Fényképezni szoktam. Az jó vázlat. Teljesen jó. És más téren is helytállsz? Igen. Próbálkozom, illetve felkérnek rá. Lemezborítókat. Konkrétan két rockzenekar lemezborítóját terveztem. Külső-belső borítót. Azon kívül verses kötetet is illusztráltam, teljes belső illusztrációval és a könyvlap borítóval. Tehát ilyen szempontból is, illetve terveztem már plakátot is. Igazából megkérések vannak, teljesítés az kevésbé. Egy-két embernek teljesítek. De csak ennyi igazából. De ez is csak hobbi szinten. Ez is csak hobbi szinten. Gondolkodom folyamatosan, hogy bevállaljak-e plusz munkákat, de nagyon megszűröm ezeket a dolgokat. Nagyon megszűröm. Tehát egyrészt, hogy az időmbe beleférjen, másrészt szerintem az én munkám az illetve a portfóliómnak az elkészítése az előbbre valónak tartom. De erre adtam magamnak 2 évet, teljes portfóliót elkészítsem, és majd menet közben, ha valami adódik, akkor természetesen azért még csinálok. De eleve mindenkinek nem, mivel nem pénzért dolgozom. Tehát, hogyha van kedvem, csinálom, ha nem. A kötöttséget nem bírom. A kötöttséget nem bírom. Tehát munka megvan, oké, lezártuk, kész, de azon kívül, hogy mert az nem rólam szól tulajdonképpen. De hogyha a festészet, amit meg én adok ki képet, az már rólam szól. Tehát innentől fogva a kötöttséget nem bírom, ezért a kritikát se annyira. Az elején próbálkoztam, hogy esetleg sikerülne, megélnem ebből a dologból, de rájöttem, hogy nem akarom ezt. Nagyon sok sebből vérzik a dolog, hogy valakiből nagyon sok áldozat. És szerintem így teljesen jó így nekem. Lehet másnak nem felel, mert nekem megfelel. Tökéletesen. Majd, ha nyugdíjas leszek, akkor majd. Meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet. Egyelőre végül is. Ez jó. Jó, Judit, akkor egy utolsó kérdés. Hogy kinek mondanál köszönetet? Kinek mondanék köszönetet? Köszönetet mondanék annak az embernek, aki azt mondta, hogy nem tudok festeni, mert csak azért is neki álltam festeni. Köszönetet mondanék a volt rajztalálomnak általános iskolában, minden megtett azért, hogy ne fessek, mert azért is neki álltam festeni. Mindenkinek, aki mindent megtett azért, hogy csak hogy ne ezen a pályán, vagy illetőleg
nehogy véletlenül is közelébe kerüljek tollnak, ecsetnek, ceruzának. Mert ők sarkaltak arra, hogy de, meg tudod csinálni, és megteszed. Igazából ennyi. Én nagyon teljesnek érzem így az életemet. Nem vágyom arra, hogy én posztumusz díjas, ilyen meg olyan díjas festőművész legyek, mert az csak egy dolog. Azt emberek adják. És amit az emberek adják, az emberek gondolják ki. Innentől fogva, az Isten a beláthatója, ami azt. De nem is érdekel igazából, mert ezt itt szeretem. Környezetemnek tetszik, teljesen jó. De szerintem nem az a lényeg, az a lényeg, hogy itt rendben van minden. Megfogtam, hogy jó volt. Jó, van, ez egy tökéletes végszó volt, akkor köszönjük szépen, és akkor további sok sikert kívánok. Én köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönök mindent. Pár pályázatra képet küldtem be, ahol elég jó eredményt értem el. Illetve azóta terveztem savanyúság címkét is, ezekben mind részt veszek, hogyha lehet, illetve az időm engedi. Amire nagyon büszke vagyok, hogy például Ausztráliában az International Earth Group-nál pályáztam a Nővérek című képemmel, és elnöki díjba részesültem. Ez egy, azt hiszem, egy egész jó kis eredmény. Sőt, még az elnök, akitől kaptam ezt a külön díjat, ő vele pár szót is váltottam levélben, és biztatott, hogy tovább folytassam a munkáimat. Úgynevezett őstehetséget lát bennem. És ez nagyon jó. Ezt úgy élvezem egy kicsit, ezt a posztot. Azt hiszem már mindenről beszéltünk. Ugye azt is mondtuk, már beszélgettünk róla, hogy nem csak hazai szintereken, hanem nemzetközi szintereken is megmérettetem magamat. Az eredmények azok folyamatosak, illetve még ezek után jönnek, hogyha csak részt veszek, már az is jó. De hangsúlyozom, ez hobbi. Tehát ezt főállásban nem nagyon csinálnám, szerintem elveszteni a varázsát. És így jó. De aztán majd meglátjuk.